30 éve alakult meg az országos Polgárőrszövetség, a rendszerváltás éveiben jött létrejött szervezet elsődleges célja, a közbiztonság fenntartása és a bűnmegelőzés volt. Az elmúlt három évtizedben a szövetség feladatai tovább bővültek. Napjainkban a polgárőrök a többi között közreműködnek az áldozatvédelemben, a vagyonmegóvásban és a természetvédelemben is. Emellett pedig az elmúlt egy évben mintegy két millió órában nyújtottak segítséget a járvány elleni védekezésben. A szövetség elnöke következő vendégünk. Nagyon szépen köszönöm a külső stúdióban, pedig ott van Túrós András nyugállományú rendőr, az Országos Polgárőr -szövetség elnöke. Jó reggelt kívánok, tábornok úr! Jó reggelt kívánok! Ha visszamegyünk a kezdetekhez, amikor a közbiztonság, az emberek biztonságának védelme volt a kezdetleges feladata a Polgárőr -szövetségnek, ennek a 30 évnek az évét hogyan lehetne felvázolni? Honnan indult a szövetség és hova érkezett meg? Hát tulajdonképpen nagyon mélyről indult a polgárőrség. 1991 áprilisában alakult meg ez a szervezet, és tulajdonképpen azt szoktuk mondani, és azt gondolom, hogy ez helyén való, hogy a polgárőrség a rendszerváltozás sikerterméke, mert egy romló közbiztonság után jött létre, és egy gyengülő rendőrség mellett a polgárőrség. És egy olyan szervezet alakult meg Magyarországon, olyan civil szervezet, olyan hát rendészeti jellegű civil szervezet, amely politikamentes, hogy ez rendkívül fontos, és más emberek biztonságáért szolgálnak és teszik a dolgokat. Tehát van egy hőskor, 1991 és 1997, amikor a polgárőrök tulajdonképpen saját eszközeikkel, Saját ruházatukkal, saját pénzükkel, azt is mondhatnám, hogy hobbiból végzik ezt a közbiztonsági bűnmegelőzési tevékenységet. És 97-től 2010-ig van egy másik időszak, amikor tulajdonképpen megszerveztük önmagunkat, de azért takaréklángon működik a polgárőrség, kialakítottuk az oktatást, a képzést, és olyan tagodódás jött létre, szakmai tagodódás jött létre a polgárőrségen belül, amelynek ma tulajdonképpen a közbiztonság élvezi a gyümölcsét. És 2010-től, 2011-től, 2021-ig, tehát napjainkig, a 30 év utolsó 10 éve, az tulajdonképpen a, a polgárőrségnek az aranykora. Tábornok úr volt országos rendőrfőkapitány is, és most az Országos Polgárlőr Szövetség elnök egy, aztán bátran teszem fel a kérdést, milyen kapcsolat van a rendőrség és a polgárőrség között? Hát a polgárőrségről szóló törvény világosan megfogalmazza, hogy a rendőrség és a polgárőrség együttműködik. Tehát van egy kötelező jogi együttműködés, ez nagyon fontos, a rendőrségnek sincs más választása, és a polgárőrségnek sincs más választása, mint hogy van egy kényszerű együttműködés. Természetesen ez nem így működik, mert nem kényszerűségből működünk együtt a, a rendőrséggel. Azt is mondhatnám, hogy országos szinten, megyei szinten, általában magasabb szinten az együttműködés példaértékű. Tehát a rendőrségnek a vezetői, felismerték azt, hogy rendkívül fontos a polgárőrség, rendkívül fontos ez a civil szervezet a bűnmegelőzésben, és ugye számos esetben megfogalmazták ők is, hogy Magyarországon a polgárőrség nélkül nincs közbiztonság, a bűnmegelőzés meg különösen nincs, de hát ugye az együttműködésnek vannak különböző fokozatai és vannak tartalmai, az egyik az oktatás és a képzés, tehát tulajdonképpen a belügyi rendelet kötelezi a rendőrséget arra, hogy Képezzék ki, oktassák a polgárőröket, ez rendkívül fontos. Másrészt ott van a közös szolgálat, de Isten igazából, amelyet én nagyra tartok, az a anyagi, technikai, sőt azt mondom, hogy pénzügyi támogatás, amelyet kapunk a rendőrségtől, az nélkülözhetetlen. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy a rendőrség az barátként, stratégiai partnerként kezeli a polgárőrséget. Hát több száz autót kaptunk a rendőrségtől, legutóbb 1500 darab EDR rádiót adott át a rendőrség, 1000 darab ő, kerékpárt, járőrkerékpárt, 300 darab segédmotorkerékpárt, tehát ez... ez több, mint barátság, gondoskodás, én annak tekintem. Amikor táborok remítette, hogy a polgárőrség a bűn megelőzésben is rendkívül nagy segítséget nyújt a rendőrségnek, sőt saját magának is, ez arra alapozandó, hogy a polgárőrök a helyi lakosok közül kerülnek ki, helyben élnek és dolgoznak, így aztán ismerik az ott lakókat? Hát én azt szoktam mondani, és ez az általános tapasztalat, hogy kis településeken, községekben, még közepes nagyságú városokban is a polgárőrségnek a szerepe nélkülözhetetlen. Tehát azért a, a rendőri ellátás annak ellenére, hogy jelentősen emelkedett a rendőrségnek a létszáma, ezeken a kis településeken azért nem mindig tetten érhető. És a számos helyen a polgárőrséget keresik, és oda jelentenek, a, a tőlük kérnek segítséget. Tehát ugye a polgárőrök általában köztiszteletben álló emberek, ismerik őket, bidalommal vannak irántuk, és természetesen leginkább velük beszélik meg azokat az ügyes bajos problémáikat, amelyek hát több valamilyen orvoslást igényelnek. Végszóra, tábornok úr, összesen hány polgárőr dolgozik Magyarországon? Most feltettem a kérdést, hogy egy nap mennyien vannak szolgálatban nagyjából? Hát összesen 64 ezer polgárőr van országosan, 2000 egyesületben, a, az országban lévő települések kétharmadában működik polgárőr egyesület, tehát lefedjük az egész országot tulajdonképpen, hogy ebből mennyien vannak szolgálatban, azt gondolom, hogy naponta olyan 8-10 ezer fő lehet szolgálatban, de hogyha vesszük most ezt a veszélyhelyzetet a Covid vírus kapcsán, tehát itt azért a karitatív tevékenységgel kapcsolatban lehet, hogy még többen is szolgálatot teljesítettek, ami nyilvánvalóan elsősorban segítségnyújtás, de hát a polgárőségnek ez is egy küldetése, hogy nem csak a közterületen, külterületen látnak el szolgálatot, hanem ahol szükség van, ott segítenek az emberek ügyes bajos dolgaikon. Tábornok úr, nagyon szépen köszönöm. Kérem.